Karácsonykor el kell indulni. Megmozdít az Isten, elindít. Nem az üzletek felé, a világi csillogás felé, a feldíszített karácsonyfa felé, még csak nem is elsősorban a családtagok, ismerősök, rokonok felé, hanem Jézus Krisztus felé. A napkeleti bölcsek hosszú utat tettek meg azért, hogy megtalálhassák a megszületett királyt. Jöttek, hogy imádják őt. Nem a terített asztalt keresték, nem a színig töltött poharakat, az utcadíszeket, hanem Jézus Krisztust. Ez a karácsony. Csak a világ mindig a külsőségekre irányítja a figyelmet, a csillogásra, a villogásra, a mellékesre, Isten pedig a lényegre. A lelkeddel mi van? A lelkedben mi van? Jézus Krisztust keresd, a világ világosságát. Ő majd beragyogja a te életedet. Ez a lényeg. Megtalálták, és ajándékokat adtak neki. Nem egymásnak, hanem Jézusnak. Jézus Krisztust nem lehet elrendezni egy télapos bögrével, neki mindent oda kell adni. A te életedet, a te lelkedet, a te testedet, mindent. Csak ez már nem megy. Ez olyan nehéz. Akkor inkább maradok a karácsony külsőségeinél, az ajándékozás ünnepe, nehogy már a Jézusé legyen. A pásztorok elindultak Betlehembe. Nem azért, mert ott van egy jó szórakozó hely, jót lehet enni, inni, mulatni, mert sokak számára ez jelenti az ünnepet, hanem keresik a jelet, az isteni jelet. Találtok egy kisgyermeket feküdni a jászolban. És amikor megtalálták, elmondták, amit hallottak felőle. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. És onnan visszatértek dicsérve és magasztalva az Istent. Ez a karácsony. És elindult Mária és József is Betlehembe, Názáretből. Mária szíve alatt hordozta Jézust, a 9. hónapban volt. És nem volt baj, hogy nem volt helyük a vendégfogadó házban, csak az istálló jutott. Mégsem nem arról szól a karácsony, hogy siránkoznak és jajgatnak, hol a párna, hol a paplan, hol a finom kalács, a sülcsülők, a szaloncukor, hanem akármilyen is volt a helyzet, és akármilyenek is voltak a körülmények, elégedettek voltak Jézussal. Megszülte, bepojálta, és jászolba fektette. Micsoda nyugodtság! Ez a karácsony. Semmi panasz, semmi siránkozás. És elindult Herodes is, és a katonák Jézus után meg kell ölni, ki kell írtani, ne beszéljenek róla. Király? Olyan nincs, én vagyok a király. És a karácsonyból lett sírás és jajgatás. Tönkretett karácsony. Ezért nem volt érdemes elindulni, ezért kár volt útra kelni. De elindultak az angyalok is, a mennyből a földre, a mennyei dicsőségből ebbe a gonosz világba. És hozták a mennyei üzenetet, dicsőség a magasságban az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ma neked is el kell indulni. Elindít az Isten. És hogyha Jézust keresed, meg fogod találni.
hogyha magadat adtad neki, szívedben hordozod őt, lett karácsonyod, és akkor kész vagy, hogy indulhass mások felé is, mert tovább küld az Isten téged. A te hitves társad, gyermekeid, szüleid, rokonok, szomszédok felé, ellenség felé. Most már van mondani valód, mennyei üzeneted, van karácsonyod. Így lehet áldott karácsonyi találkozásod. Milyen jó lenne, hogyha ma azt mondanánk mindnyájan, hogy érdemes volt felkelni és elindulni, mert találkoztam Jézus Krisztussal, az Isten fiával. Megváltozott az életem. Eddig féltem, most van örömöm, van békességem, és megyek, és viszem tovább. És az se baj, hogyha beteg vagy is, nem tudsz elindulni, nem tudsz felkelni, a fény hozzád is betér. Nem baj az, ha szegény vagy, és nincs ajándék, csak egy fenyőfaág, Jézushoz így is oda lehet találni. És ha nincs senkid, ő ott lesz mindig melletted. És ha mindened megvan, vagy éppen annyi, amennyire szükséged van, rájössz arra, hogy nem az ajándék mérete a fontos, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus. Mert ezek mind elvesznek és oda lesznek, de Jézus örökké megmarad. Ő a legdrágább ajándék, amit ma adhatsz, és amit ma kaphatsz karácsonykor. Kelj fel, indulj el, és ha hozzátaláltál, vele együtt menj mások felé, és lesz ünneped, áldott ünneped, és ünnep lesz az egész életed. Áldott karácsonyi ünnepet. Amen.